ami segítségünk jön Istentől, aki teremtette az egeket és a földet. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet. Mindenkit szeretettel üdvözlök. Jó látni benneteket. Remélem, hogy nem fáztok. Reggel 5-kor begyújtottam, tehát ez nyilván ekkora térben. Valamit jelent, de nyilván nem tudja felfűteni szobahőmérsékletre. Úgyhogy megpróbálok rövid lenni. Örülök, hogy eljöttetek, remélem, hogy maradtok az ebédre is, hiszen ma finom disznótoros ebédünk van. Úgyhogy szerintem érdemes velünk együtt maradni és velünk ebédelni a bocskaiban. De ami ettől sokkal fontosabb, először dicsérjük az Istent. És az első énekünk, az első Isten dicsérő énekünk a 43. Egy verset énekelünk először belőle. Ó seregeknek Istenem, így kedves gyönyörűsége, a te szerelmes hajléd. Köszönjük, hogy itt lehetünk te hajlékodban. És köszönjük, hogy itt te fogadsz minket. Azzal a páratlan szeretettel, melyel elfogadsz, és ahogy úgy, ahogy vagyunk, és átölelsz bennünket, és megbocsájtod bűneinket, meggyógyítod testi és lelki betegségeinket. Hát, hogy valóban fohászkodjon a mi lelkünk. Hát, hogy valóban megtapasztaljuk a veled való együttlét örömét, add, hogy szépségedben megfürödve mi is megszépüljünk, jóságodban megmerítkezve mi is jobbá, teljesebb emberré váljunk. Áld meg az igének hirdetését és hallgatását, és kapcsolj össze minket mindazokkal, akik téged áldanak és téged dicsérnek, a te egyetemes keresztény anya szent egyházaddal. Ezt kérjük ennek az egyháznak, a fejéért, Krisztus Jézusért kérjük tőled, hallgass meg minket. Amen. Testvérek, a 43. énekünket tovább énekeljük, 2., 3. és 4. versek. Ó, boldog az ember nyilván, aki a te utaidban kíván járni szívvel, lélekkel. Ez a 2. vers. 2., 3. és 4. versek tehát. Oh,
a Cselekedetek könyvéből, a 4. fejezetből, az 5. verssel kezdődően. Másnap összegyűltek Jeruzsálemben a vezetők, a vének és az írástudók, Annás, a főpap, Kajafás és Joannes és Alexandros, a főpapi család valamennyi tagjai. Középre állították és vallatták őket. Milyen hatalommal vagy kinek a nevében tettétek ezt? Ekkor Péter megtelve Szentlélekkel így szólt hozzájuk. Népünknek vezetői, népünknek vénei. Ha minket ma azért vallattok, mert egy beteg emberrel jót tettünk, és azt kérdezitek, hogy hogyan gyógyult meg, hát tudjátok meg valamennyien az egész népvel együtt, hogy a názareti Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból, ő által áll előttetek ez az ember egészségben. Ez lett a sarokkő, amelyet ti az építők megvetettetek, és nincsen üdvösség senki másban. Mert nem is adott az embernek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnék. A kegyelem Istenet tegye áldottá az ő szent igéit, hogy Krisztusnak beszéde lakozzék bennünk gazdagon, hogy ő benne is ő által a sok gyümölcsöt teremjük. Gyertek testvérek, az igének a hirdetésére, hallgatására készülve a 74. énekünket énekeljük, a 74. énekünk egy versszakos, Te rólad zenj dicséret. Egészen a 17. versig. Hogy miképpen szól Istennek igéje Péter első leveléből, a 3. fejezetből, a 8-tól a 17. versekből felolvasom, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Végül pedig legyetek mindannyian egyet értők, együttérzők, testvér szeretők, könyörületesek, alázatosak. Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg mondjatok áldást, hiszen arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Mert aki szeretne örülni az életnek és jó napokat látni, óvja meg a nyelvét a gonosztól, és ajkait attól, hogy ne szóljanak álmosságot. Forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót, keresse és kövesse a békességet. Mert az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel. Az Úr arca pedig a gonoszt cselekvők ellen fordul. De ki az, aki bántalmaz titeket, ha buzgón igyekeztek a jóra? De még ha szenvednétek is az igazságért, akkor is boldogok vagytok. Fenyegetésektől pedig ne ijedjetek meg, se meg ne rettenjetek. Ellenben az Urat, Krisztust tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számot kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Ez pedig szeriden és tisztelettudóan, jó lelkiismerettel tegyétek,
hogy amivel rágalmaznak titeket, abban megszégyenüljenek azok, akik gyaláznak, és akik gyalázzák a ti Krisztusban való példás életeteket. Mert jobb jót, mint gonoszt cselekedve szenvedni, ha ez az Isten akarata. Mert jobb jót, mint gonoszt cselekedve szenvedni, ha ez az Isten akarata. Rövid kurzus keresztény etikából. Röviden. És alig, ha kell magyarázni a tanítást, hiszen olyan egyértelmű, olyan magától értetődő, és talán mert ilyen egyértelmű és ilyen magától értetődő, pontosan ezért nem szoktunk hozzá alkalmazkodni, és nem szoktunk alkalmazkodni. És akkor vegyük sorra a tanításokat. És minden tanítást mindenki illeszten a maga életéhez. Mérje fel önmagát, nézzen bele ebbe a tükörbe, és lássa meg a saját ábrázatát, lássa meg ennek az ábrázatnak, ennek az alapnak és alkatnak, egyéniségnek, akár a fogyatkozásait is. Legyetek együttérzőek, testvérszeretőek, könyörületesek, alázatosak. Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, gyalázkodásért gyalázkodással. Egy nagyon szép tanítás. És azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy az apostoli levél az első helyen az együttérzést említi. Van az együttérzésnek egy idegen kifejezése, talán ezt többen ismerjük, az empátia. Amikor együttérzünk a szenvedőkkel, együttérzünk azokkal, akik nehezebb, rosszabb, vagy tőlünk kiszolgáltatottabb helyzetben vannak. Emlékeztek, sokszor elmondtam, talán már unjátok is, sokféle kereszténység van. A kereszténységet meg lehet élni sokféleképpen. Sokféle hitvallással, sokféle liturgiával, sokféle tantétellel. Egyik sem lesz teljes, és egyik sem lesz tökéletes, a miénk sem az. De egyféle kereszténység kizárt. Nincs gonosz, nincs együttérzés nélküli, empátia nélküli kereszténység. Ez nem lehet. És lehet a tanításunk bármilyen szép, és lehetünk mi bármilyen erkölcsösek. Ha együttérzés a szenvedők, a nyomorúságban, a bajban lévők iránt nincs bennünk, akkor bizony hiába való a mi kereszténység. Nem véletlenül, hogy az első helyre teszi a apostol az együttérzést. Sőt, azt is el tudom mondani nektek, hogy az együttérzés hiánya az egy súlyos lelki betegség. Van annak egy szak megnevezése is, nem akarom most mondani, de tudjátok. Azok az emberek, akik csak magukkal foglalkoznak. Azok az emberek, akiknél a sorrend körülbelül így van, hogy első vagyok én, második vagyok én, harmadik vagyok én, utána van egy hosszú szünet, és végén nem jön senki. Mindenhol csak én vagyok. A narcisztikus ember, aki mindenben a maga hasznát keresi, és senkivel nem tud együtt érni. És aztán a többiek, testvérszeretők. Itt nem elsősorban a vértestvérekről van szó, hanem mindazokról, akik veled együtt élnek, a te hitedet vallják, a te közösségedhez tartoznak, legyünk testvérszeretőek. Ez nem azt jelenti, hogy azok, akik nem testvéreik, azokat nem kell szeretni. De a testvéreket, akik hit sorsosaink, akik a saját nemzetünknek, a mi nemzeti közösségnek a tagjai, szeretni kötelesség. Nem választott dolog, hanem belső lelki kötelezettség. Legyünk könyörületesek, alázatosak. Kell magyarázni. Könyörülni azon, akin könyörülni kell. Sokszor mondtam ezt is, újra mondom, mert soha nem lehet elégszer elmondani. Addig könyörülj, ameddig tudsz könyörülni, és nem rajtad kell majd könyörüljenek. Hiszen hiszed vagy nem hiszed, téged, engem, minket az utca szélére
sodort koldustól sokszor csak egy nagyon vékony vonal, egy nagyon vékony hajszálnyi vonal választ el. Valami történik az életünkben, történhet az életünkben, és mi kerülünk oda a sáncba. Nincsen nagy különbség köztem, közted és a sarki koldus között. Nem tudjuk, hogy miért alakult úgy az élete. Gondolj arra, amikor majd kér tőled, és ha van nálad, amiből lehet adni, adjál is, ne okoskodj azon, hogy miért került oda. Legyél könyörületes. Olyan egyszerű ez is, mégis sokszor olyan nehéz, mert persze ítélni, ítélkezni, véleményt mondani nagyon-nagyon könnyű. És még egy dolog. Eljön az idő, legyél te bármilyen erős vagy egészséges most, eljön az idő, amikor majd rajtad kell könyörüljenek. Amikor majd betesznek az ágyba és kivesznek onnan. Vagy betesznek, amikor teljesen maga tehetetlen vagy, betesznek majd a koporsóban. Majd könyörülnek rajtad. És ezt szépen, emberségesen teszik meg. Nem mindegy. Nagyon nem mindegy. Addig könyörülj, ameddig tudsz könyörülni. Mert te is valamikor majd erre a könyörületességre rá fogsz szorulni. Bizony, bizony. Hihetetlen, de így van. Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem az ellenkezőt csináljátok. Mondjatok áldást, hiszen arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Ez nagyon érdekes. Nem kell gyalázkodni, és nem kell a gonoszért gonosszal megfizetni. Ez nem azt jelenti, és ezt úgy szeretném mindenkinek bevésni a szívébe, lelkébe. Ez nem azt jelenti, hogy egyetértünk a gonoszsággal, hogy elfogadjuk azt, hogy gyalázkodnak, hogy csúfolnak bennünket. Nem fogadjuk el, de nem válaszolunk gyalázkodással. Van egy szint, amely szint alá nem mehetünk. Ha gyalázkodással, gyalázkodással válaszolsz, lementél arra a szintre. Ha gyűlöletre, gyűlölettel válaszolsz, leereszkedtél oda, ahova soha nem lett volna szabad leereszkedned. Tartsd meg az emberségedet. Nem értünk egyet a gonoszsággal, nem értünk egyet a világgal, de a világot nem gyalázzuk, az ellenségeinket nem gyűlöljük, hanem megtartjuk emberségünket. Éppen az elmúlt hetekben beszélgettünk a csütörtök esti beszélgető csoportban. Beszélgettünk Tolstojról és beszélgettünk Gandhiról. És a passzív ellenállásról. Senki nem tudja, vagy kevesen tudják, hogy Gandhi a híres indiai, hát csendes forradalmár ellenálló, Tolstojtól, aki egy keresztény orosz író volt, tanulta a passzív ellenállást. Aztán azt még kevesebben tudják, hogy a passzív ellenállást Tolstoj meg Jézustól tanulta a hegyi beszédből. A gonoszra áldással válaszolni. Egyszerű ez? Nem egyszerű. De ki mondta azt, hogy könnyű embernek lenni? Fel kell nőni. És minden nap egy kicsit jobbnak kell lenni. Nem egyszerű. Én nem azt mondtam, hogy könnyű. Persze magától értetődő, amikor hallgatom, de amikor belegondolok, és amikor belenézek ebbe a tükörbe, akkor látom, hogy én nem ilyen vagyok. Én sokszor másképpen viselkedem, másképpen válaszolom. És nehogy azt gondoljátok, hogy ezt leprédikálom nektek, örülök, hogy nem vagyok fenn a szószéken, hanem majdnem egy szinten vagyunk. Nem, én is pont ilyen vagyok. Ebben a tükörben látom a fogyatkozásaimat. És mindig tanulok, és mindig próbálok egy picit alkalmazkodni, hogy egyre inkább hasonlítsak az én Uramra, hogy Jézus Krisztusra. És akkor egy praktikus tanács. Aki szeretne örülni az életnek és jó napokat látni, az óvja meg a nyelvét a gonosztól, és az ajkait attól, hogy gonoszságot szóljon. Forduljon el a gonoszságtól és cselekedje a jót, kövesse a békességet, mert az Úr szeme az igazakon van. Hát ki ne szeretne örömet?
jó életet megtapasztalni. Mindannyian. Elmondok egy nagy titkot. Az esetek zömében, amikor valaki úgy érzi, hogy az élete elviselhetetlen és rossz, azért nagy részt, nem mindig, mert minden szabály alól vannak kivételek, de nagy többségében, az esetek döntő többségében az illető a felelős. Ha egész nap átkozódsz, ha egész nap gonoszt cselekszel, ha egész nap álnokságot szólsz, ha egész nap a háborúságot keresed, hát hogyan tudnál örülni az életnek? Így nem lehet jól élni. Ha mindig mindenhol a bajt, ha a lámpással az összetűzést, a gonoszságot keresed. Keresd a békességet. Szinte minden emberrel ki lehet békülni. Vannak ebben is kivételek. De legtöbb emberi elrontott kapcsolatot meg lehet javítani. És meg kell javítani, és érdemes megjavítani. De akkor óvni kell. Óvja az ember a nyelvét a gonoszságtól, az álnokságtól, és keresse a jót. Az Úr szeme az igazakon van. És még egy jó tanács. Ki az, aki bántalmaz titeket, ha buzgón igyekeztek a jóra? Legtöbbször senki. Nem azért szoktak bántani, mert jók vagyunk. Legtöbbször azért bántanak bennünket, mert hibáink, fogyatkozásaink vannak. Ez alól is vannak kivételek. De ne a kivételeket keressük, ne a kibúvókat keressük, ne jogászkodjunk most a bibliai szövegben, hanem nézzünk bele a Bibliának a tükrébe. Legtöbbször akkor bántanak bennünket, ha valamit elrontunk. Azt mondja Péter, de hogyha szenvedtek az igazságért, ami azt jelenti, hogy igaztalanul bántanak, akkor se ijedjetek meg, ne rettenjetek meg, hanem legyetek mindenkor készek számot adni arra a reménységről, ami bennetek van, és cselekedjétek a jót. Szeliden és tisztelettudóan, és lelkiismeretesen, hogy akik titeket rágalmaznak, abban szégyenüljenek meg. Van olyan, valóban van olyan, amikor az ember méltatlan támadások érik. Hadd, hogy szégyenüljenek meg. Éld úgy az életedet, válaszd úgy meg a gondolataidat, gondolat mindig az első, utána a szavaidat, és utána a cselekedeteidet, hogy akik téged vádolnak, előbb-utóbb szégyenüljenek meg. Vannak előítéletek is. És nem fogtok biztos meglepődni, ti is mindannyian velem együtt előítéletesek vagytok sokszor. Én megvallom, hogy sokszor az vagyok. És utána bűnbánatot kell megvallanom, hogy valakiről, vagy valakikről, vagy valamiről, vagy bármiről rosszat gondoltam. De valakinek, valakiknek, vagy bárminek, vagy cselekedetei, vagy megnyilvánulásai meggyőztek engem arról, hogy nem volt igazam. És ilyenkor belátom. Van ez így. És jár ez mind a két oldalon. Van, amikor én bántok valakit igaztalanul, és van, amikor engem bántanak. És ha engem bántanak, ha minket bántanak, alázatosan kell elviselni. És ígértem, hogy rövid leszek, mert hideg van. Egy kulcsmondat, és ezt úgy szeretném mindenkinek a szívébe beírni. Mert jobb jót, mint gonosz cselekedve szenvedni. Ez az Isten akarata. Mert jobb jót, mint gonosz cselekedve szenvedni. Mert ez az Isten akarata. Megtapasztaltam, és szerintem te is megtapasztaltad számtalanszor. Ha igazságtalan, ha galád módon vádolnak, általában nekem nem fáj. Nevetek rajta. Mert tudom, hogy nincs igazom. Jobb így elfogadni és elszenvedni a bántást,
És ez az Isten akarata is. Hogy így fogadjuk el, és így szenvedjük el, hogyha bántanak. Mert jobb jót, mint gonoszat cselekedve szenvedni. Ez ilyen egyszerű. Ha igazságon bántanak, nem ér el hozzám. Lepattam rólam, tudom, hogy vádaskodás, tudom, hogy igazságtalan, tudom, hogy gyalázkodás, nem számít. Persze, amikor eltalálnak, és valakinek igaza van, és ráteszi az ujját valamire, amiről tudom, hogy ez valóban bűnöm, ez valóban hiányosságom, ez valóban mulasztásom, na, az szokott fájni. És az fájjon is. Az jó, ha fáj. Mert akkor jössz rá, hogy valamit elrontottál, valamit eltévesztettél, valami kimaradt, valamit meg kellene javítani. Hadd fájjon. De ha nincs igaz az ellenségednek, akkor jobb jót, mint gonosz cselekedve szenvedni és elviselni. Mert ez az Isten akarata. Hát Péter apostol egy pár versben összefoglalta a keresztény etikának a lényegét. Ettől leszünk keresztények. Hogyha így élünk, és hogyha ez a mérce számunkra. Én nem tudom, hogy te mit láttál ebben a görbe tükörben, amit most az ige állított eléd. Ha megláttad hibáidat, fogyatkozásaidat, akkor javíts rajtuk. Ha igazságtalanul, ha gonosz módon bántanak, viseld el, ne bánkodj miatta. Mert neked tudnod kell, hogy az Isten szeret téged, az Isten veled van, és ahogy Pál apostol, illetve ahogy Péter fogalmaz, az Úr szeme mindig az igazakon van. És ez a mi hitünk, és ez a mi reménységünk. Ámen. Testvérek, válaszolunk az ígére a 120. énekkel. A 120. éneknek az első két versét énekeljük. Hinni taníts, Uram, kérni taníts, így kezdjük. Tükörben megláthattuk sokféle fogyatkozásunkat. Bocsáss meg nekünk, hiszen sokszor gyűlölettel válaszoltunk a gyűlöletre, gonoszsággal a gonoszságra. Sokszor nem tudtunk alázatosak lenni. Sokszor előítéletesek voltunk. Sokszor nem tudtuk elhordozni mások bírálatát vagy véleményét sem. Taníts meg bennünket az ige szerinti, a Krisztus szerinti életre. És akkor, hogy napról napra egyre inkább be tudjuk tölteni azt a küldetést, azt a feladatot, melyet nekünk adtál, hogy hordozzuk a te arcodat ebben a világban.
Légy velünk a mindennapokban, hadd, hogy a mindennapok szürkeségében se feledkezzünk meg arról, hogy legyünk könyörületesek. Hogy könyörüljünk, hogy segítsünk azokon, akik ránk szorulnak. Hogy legyünk együttérzőek, hogy érezzünk együtt azokkal, akik tőlünk nehezebb helyzetben vannak. Hogy menjen, édesatyám, add meg nekünk ezt, hogy valóban olyan szívünk és olyan lelkünk legyen, amelyben mindig van hely mások számára, és mások gondjai, fájdalmai számára is. Menjen, édesatyánk, most is imádkozunk a gyülekezet beteg tagjaiért, idős tagjaiért. Gyógyítsd meg lelküket és testüket, vigasztald meg őket, erősítsd meg őket. Imádkozunk a szenvedőkért. Imádkozunk azokért, akik most is háborúságban, nyomorúságban vannak. Úrunk, adj nekik megnyugvást, adj nekünk is, és ennek az egész világnak békességet. Adj több irgalmat, több együttérzést, több józanságot és több emberséget. Hiszen olyan nagy szükség van erre. Menj el, édesatyám, tartsd meg kis gyülekezetünket, kis közösségünket. És add, hogy ez a közösség mindig téged tudjon hirdetni, és hozzád lehessen. Ezt kérjük tőled a Krisztus Jézusban bízva. Hallgass meg imádságunkat. Ámen. Mondjuk el a személyes imádságainkat, utána pedig hangosan és együtt az Úr Jézus imáját. Legyen áldott az Isten, aki meghallgatja a mi könyörgésünk szavát. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, most és mindörökké. Ámen. Foglaljunk helyet. A 336. énekünket énekeljük. Mivel ennek az éneknek nagyon rövidek a versei, és tudom, hogy itt van egy pár testvér, aki nagyon szereti az énekeket, szeret énekelni, ezért mind a hat versét énekeljük, amint vagyok sok bűn alatt. Oh,
dobok a hangszálaiknak egy kicsit. Megbüntettem őket, mert két hétig nem akartak működni. Volt egy csúnya hangszálgyulladásom. Most is van valamennyi belőle, de azért is végig énekeltem az éneket. Hadd szenvedjenek. Hogy valakik bűnösek, azok szenvedjenek. Hirdetések. De az első és a legfontosabb, hogy finom tisztotoros ebédünk van. Én azt gondolom, hogy van annyi adag, hogy mindenkinek jusson. 60 adag van, és úgy, hogy körülnézek, körülbelül annyian lehetünk most itt. Nagyon kérlek benneteket, hogy értsetek meg egy, illetve egy pár fontos dolgot. Egy. Nem adunk elvitelre, hazavitelre addig senkinek, míg mindenki, aki ide nem jött, nem kapott és nem evett. Jó? Tehát ez nem mészárszék. Ha marad, nagyon szívesen. De elsősorban azoknak adjuk, akik itt vannak velünk. Jó? Értsétek ezt meg, hogy én tudom, hogy többen szeretnétek vásárolni, szívesen adunk, ha marad, de elsősorban azoknak szánjuk, akik velünk együtt most itt vannak a közösségben. Ez az első. A második, legyetek türelemmel. Sorba kell állni, időbe telik. Sorba kell állni. Nem tudjuk ezt másképpen megoldani, mert nincsenek pincérek, meg kiszolgáló személyzet. Harmadik kérés. Hozzátok vissza nekünk a tányérokat, hogy tudjuk elmosogatni. Egyszer a dolog, befejezted, összeszeded a tányérokat az asztalnál, és elhozod oda a folyosóra, ki van téve egy asztal. Ez egy praktikus dolog, mindenki meg tudja csinálni, mindenki tud ezzel segíteni. Mi van még? Felteszem a szemlenget, hogy lássam. Van még valami? Azt hirdetem. Tehát a mai disznótorra praktikus tanácsból ennyi. Váljon egészségetekre és élvezzétek az ebédet. Hirdetem azt, hogy a következő két hétben nem én szolgálok. Ezért is mertem ilyen bőszen énekelni, hogy helyrejünk két hét alatt. Jövő héten Makkai Márti szolgál, két hét van pedig Ibolya főgondnokasszony szolgál. Én erre a két vasárnapra, illetve a két vasárnapok magába foglaló időszakra egy villámlátogatást teszek oda-haza a szüleimnél, sokféle okból kifolyólag. De ez csak két vasárnap, tehát két vasárnapot hiányzó. Nagyon kérem a gyülekezetet, hogy ettől függetlenül és ennek dacára szerintem, még azért is gyertek el templomba. Jó? Becsüljétek meg azokat, akik ezt a szent szolgálatot vállalják, és dicsőítsétek, áldjátok az Istent, aki szeret titeket. És nektek viszont kell őt szeretni, mert így működik ez jól. Így van teljesség. Így van tökéletesség a hitben. Isten szeret, ti pedig viszont szeretitek. Nagyon kérlek benneteket, hogy a következő két vasárnap is gyertek Isten tiszteletre. A keddi bibliaórák meg lesznek tartva. Péterfi Kunda Szidnyi lelkipásztor megtartja a bibliaórákat. Csütörtöki beszélgetések azok annyira miénkek és annyira sajátságosan hozzánk tartoznak, hogy kell várjatok még három hetet, és akkor majd beszélünk Dosztojevszkiről és a félkegyelműről. Legyen türelmetek. Addig olvasátok el a félkegyelmű Dosztojevszkitől. Vagy még esetleg tegyétek hozzá a bűn és bűnődést, ha van időtök. És ha azon is túl vagytok, akkor már ne felejtsétek el a Karamazov fivéreket is. Tehát, na, ez szerintem három hétre elegendő olvasmány, házi olvasmány. Más kérésem igazából nincsen. Hordozzatok engem is, meg az enyémeket is, szeretteimet, családomat is imádságban. És hogyha valamire a templomnak, a közösségnek szüksége van, és Ibolya megkeres titeket, akkor az első dolgotok legyen, hogy segítsetek neki, jó? Tehát ezt a templomot is valakinek mindig fent kell tartania. Mindig itt kell lennie valakinek, hogy működjenek a dolgok. Hogy magától nem működnek. Magától működnek már úgy, hogy magázlak titeket, magától, meg magától, magatoktól, tőletek, általatok működik a közösség. És ha Ibolyának szüksége lesz segítségre, vagy a templomnál valami meg kell oldani, míg én nem vagyok, akkor ti vagytok a helyetteseim megbízva, jó? Köszönöm szépen! Az utolsó énekünk a nemzeti imádság, hogy gyertek együtt énekeljük, hogy Isten áld meg a magyarokat.
az Úr Jézus Krisztusnak a kegyelme legyen és maradjon mindannyian.